Köszöntöm a Vallási Magazin nézőit! Hálaadó Isten tiszteletet tartott a Paksi Evangélikus Egyházközség. A mai műsorban többek között erről is szó lesz, valamint megtudhatják azt is, hogy milyen programokkal készül a gyülekezet a reformáció 500. évfordulójára szervezett városi ünnepségen. Tartsanak velünk! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai igehirdetés alapigéit, amelyeket megírva találunk a 136. Zsoltár első három versében a következőképpen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Ez Istennek az igéje. Foglaljuk el a helyünket. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Október 2. vasárnapján vagyunk ma itt együtt, és ezen a mai vasárnapon különösen is arra figyelünk, azért adunk hálát, hogy mi mindent szeretnénk megköszönni az elmúlt év során a mindenható Istennek. Azt gondolom, hogy ilyenkor ősszel, amikor véget ér a betakarítás, a szüret, ha kimegyünk a piacra, vagy egy pillantást vetünk itt az oltár előtt feltíszített kis asztalkánkra, akkor láthatjuk, hogy van miért hálát adni. Nem csak kenyérért, nem csak mindazokért a terményekért, amelyeket itt láthatunk,
hanem még ennél is többért. Mert azt gondolom, hogy ilyenkor nem csak azt láthatjuk meg, amire szükségünk van, hanem azt is, amit Isten ezen felül meg akar adni nekünk. Azaz jóval többet. Sőt, a szükségleteinknél is jóval többet. És bár megszoktuk, sőt, szívesen gyönyörködünk az ilyen feldíszített asztalokon vagy oltárok előtt, mégis azt gondolom, hogy jó, hogyha meg is állunk egy percre. Egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy mindez egyáltalán nem magától értetődő. Egyáltalán nem természetes. Elég, ha csak felidézzük, hogyan is kezdődött ez az idei év, milyen időjárási viszontagságokat kellett megélnünk csak ebben az évben. Télen a mínusz 10-20 fokos hetekig tartó hideg, majd az április közepi hóesés, szélviharok, majd az évszázad egyik legforróbb nyarán vagyunk túl. És mindezek közepette pedig ott voltak a viharos erejű szelek, viharok, orkánok, ahol, vagy aminek több áldozata is van, elsősorban most nem Magyarországra, hanem akár csak az elmúlt héten Németországra gondolok, ahol a viharnak 7 áldozata volt. Mindezek ellenére mégis mi minden van, ami ennek ellenére adott a Föld Isten jóságából. Azonban minden látható bőség ellenére, amit észreveszünk, mindez csak egy töredéke Isten gondviselő szeretetének. Luther Márton egyik fő művében, a Kiskátéban, a Mi Atyánkról szóló magyarázatában azt írja, hogy amikor a Mi Atyánkban a mindennapi kenyérért imádkozunk, akkor valójában nem csak a kenyérre kell gondolnunk, bár a kenyér jelképezi a legalapvetőbb emberi szükségleteinket, de jó, ha minden mögött meglátjuk, hogy mi mindenre van még szükségünk, mi mindenért imádkozhatunk akkor, amikor a Mi Atyánkban a mindennapi kenyér című mondatot mondjuk el. Azt írja, kérdezed, mi a kenyér? A felelet pedig így hangzik, mindaz, ami a test és az élet fenntartására és táplálására kell, mint például étel, ital, ruházat, ház, gazdaság, szántóföld, pénz, anyagi javak, derék házastárs, derék gyermekek, jó kormányzat, béke, egészség, közrend, jó barátok, megbízható szomszédok, kedvező időjárás. És azt gondolom, lehet, hogy még tudnánk folytatni, hogy mi mindent tudnánk elképzelni a kenyér fogalma alatt. És úgy gondolom, hogy jó mindezt látnunk, hogy amikor pusztán ezt az egy szót mondjuk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, akkor valójában mi mindenre gondolhatunk még. Mi mindenre van még szükségünk ahhoz, hogy az életünk a megszokott mederben folyjon, hogy úgy érezzük, hogy Isten megáldott bennünket. Azonban jó azt is meglátni, hogyha mindezért hálásak vagyunk, mégis maga ez a hála érzés egyáltalán nem magától értődő. Úgy gondolom, hogy sokszor kell tanítanunk, tanulnunk, sokszor kell emlékeztetni bennünket arra, hogy hálásak legyünk. Valahogy nem jön magától. Az elégedetlenség annál inkább. Rögtön észrevesszük, hogyha nincsen meg valami, ennek ott kéne lennie. Sőt, szóvá is tesszük. Aztán azt kimondani, hogy elégedett vagyok valamivel, sokszor olyannak tűnik, mintha ez valami tabu lenne, amit még csak gondolni sem szabad, mert akkor jön valami csapás, ami egy-kettőre ezt a megelégedettség érzést majd tönkreteszi, és valójában a szó, a mondat, amit az előbb mondtunk, valójában fölöslegessé válik. Ha én gazdag lennék, énekli Tevje a hegedűs a háztetőn című műben, és ő is arról álmodozik, hogy mi mindent szeretne. Házat, elegendő ennivalót,
ruhákat, hogy kiázasíthassa a lányait, csupa olyasmit, ami nekünk már megvan. Mi mégsem vagyunk hálásak és elégedettek. Pál apostol egyik legjobb munkatársának, Timóteusnak írja, jó dolog a megelégedettség teljes Isten félelemmel. Az Ószövetség egyik kevésbé ismert és igézett prófétája, Haggeus próféta pedig Isten büntetéseként írja le az elégedetlenséget. Azt írja, hogy amiért Isten választott népe elnézi, hogy templomuk romokban hever, azt a büntetést kapják, hogy nem lesznek, nem tudnak elégedettek lenni. Ezt olvashatjuk Haggeus prófétánál. Ti magatok faburkolattal díszített házakban laktok, a templom pedig még romokban hever. Ezért így szól az Úr, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megelégedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszényébe rakná a pénzét. Eddig Haggeus próféta idézete. A megelégedettség hiánya, az állandó elégedetlenség, tehát büntetés. Istennek a büntetése, amit meghirdett a próféta a választott népnek, amiért nem törődik urával, a mindenható Istennel és az ő házával. Ismerősnek tűnnek ezek az érzések, ezek a mondatok? Azt gondolom, hogy igazán hálásak legyünk, sokszor már ott kezdődik a nehézség, hogy a mai modern ember igazából nem is érti, hogy miért is kellene hálásnak lennie. Hiszen mi dolgoztunk a mindennapi kenyérért, mi locsoltuk, mi kapáltuk, mi gondoztuk. A mi erőnk, a mi szorgalmunk, a mi tudásunk, a mi eredményünk van minden mögött. A fejlett technika, a gazdasági támogatások, a kereskedelem jóvoltából hozzászoktunk, hogy akkor is meg lesz a kenyerünk, ha az idén esetleg nem volt olyan jó a termés. Sőt, itt Európában az éhínség már ismeretlen fogalom. Legfeljebb egy kicsit emelkednek az árak, de az importból, a világ másik részéről, idehozott termékekből mindig lesz elegendő a szupermarketek polcain, amit meg tudunk vásárolni. Megdöbbentőek azok az adatok, amelyek csak Magyarországra vonatkoznak az élelmiszer hulladékkal kapcsolatban. Ma Magyarországon közel évi 1,8 millió tonna élelmiszer dobunk ki. Átlagban évente egy ember Magyarországon 40 kiló élelmiszert dob ki a szemétbe szintén. Csak kenyérből 12-15 tonnát, amit sok esetben, vagy jobb esetben később állattakarmányozásra használnak fel. Úgy gondolom, hogy talán ez is nehezebbé teszi azt, hogy hálásak legyünk azért, hogy van mit ennünk. Hiszen jóval több, bőségesebb az Istennek az áldása, amit mi csak meg tudnánk enni, vagy amire nekünk szükségünk van. És az aratás is azt gondolom lassan már értelmét veszíti, hiszen télen is van görög dinnye, tavasszal is olasz szőlő, a szezonális termékek pedig már megszűntek. És talán ezért van az, hogy mindezt mi már természetesnek vesszük, magától értetődőnek. Azt gondoljuk, hogy ez már nekünk jár. Ahogy hirdeti a reklám is, megérdemlem, mert nekem jár. És mindez hozzájárul ahhoz, hogy évente egyszer legalább egy ilyen hálaadó Isten tiszteletet tartsunk, amikor kizárólag és különösen is arra gondolunk, hogy
mindez nem jár természetesen. Az, hogy van, az, hogy bőség van, mindez még nem természetes. És ha elveszítjük ezt az érzékünket, vagy lemondunk erről, akkor valójában arról mondunk le, hogy örülni sem tudunk. Nem látjuk meg Istennek az ajándékát, nem látjuk meg az élet ajándékát, hogy mindenünk, amink csak van, Istentől kaptunk. Az életörömöt, az ajándék feletti örömöt énekli meg a zsoltáríró is, amit a mai igehirdetési alapigében is hallhattunk. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mintha az ő idejében is ismertek lettek volna az ilyen vagy hasonló események, mint a hála ott se lett volna természetes, magától értetődő dolog, ott is újra és újra tanítani, figyelmeztetni kellett még Isten népét is. Úgy gondolom, hogy ezért fontos és jó, ha van egy vasárnap, amikor egy kicsit magunkba szállhatunk, elgondolkodhatunk, megérthetjük, hogy milyen csodálatos ajándéka Istennek az élet, az ő áldása, szeretete és gondviselése nélkül minden hiába való, minden erőfeszítésünk valójában kudarcra van ítélve. A 127. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Milyen csodálatos és alapvető igazság, azt gondolom, ahogy leírja mindezt a zsoltáríró, és micsoda bátorítás a mi számunkra is. Hogy merjünk kérni és merjünk hálát adni mindannak, amit Istentől kaptunk és kértünk. A mai Isten tiszteletünk oltár előtti imádságaiban szintén fel fogok olvasni olyan imádságokat, amelyeket a gyülekezetünk hittanos gyermekei írtak, és amelyeket megengedtek, hogy fölolvassunk ezeken a mai Isten tiszteletünkön. Valójában bennük még mindig ott van minden mai kornak a hátránya ellenére, hogy látják és érzik, hogy miért lehetnek igazán hálásak, mi az, amit megköszönhetnek, és mi az, amiért igazán örülhetnek. Úgyhogy már most szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy majd így hallgassuk ezeket az imádságokat az oltár előtti imádságban. Azonban, ami a legnagyobb ajándék, hogy Isten nem csak az életünket, nem csak testünket akarja táplálni, gazdagon megáldani, hanem a lelkünket is. Azt mondja, hogy mi nem csak pusztán biológiai lények vagyunk, hanem az ő teremtményei is. És valójában jó, hogyha meglátjuk, hogy igazából ő a lelkünket táplálni akarja Jézus Krisztussal, amikor azt mondja magáról ő maga, hogy én vagyok az élet kenyere. Ezért is hálásak lehetünk a mennyei kenyérért, az örök életre való táplálékért, amit Jézus Krisztus áldozatával, halálával szerzett meg nekünk. És milyen csodálatos, hogy mi magunk, az emberi élet több, mint testi vagy anyagi jólét, több, mint fizika, kémia vagy biológia, hogy valójában lelki lények is vagyunk, és hogy földi életünkben erre a lelki táplálékra is ugyanolyan szükségünk van, mint a testire. Ugyanúgy szükségünk van Jézus Krisztusra, az ő bocsánatára, szeretetére, kegyelmére, reménységére, mert mindez úgy kell nekünk, mint egy falat kenyér. Enélkül ugyanúgy éhezik a lelkünk, mint táplálék nélkül éhezik a testünk. Ezért a mai Isten tiszteletünkön, ezen a hálaadó Isten tiszteletünkön
Úgy nézünk Istenre, mint mennyei atyánkra, aki nem csak testi, hanem lelki táplálékot is adott, amikor meghalt értünk, hogy megszabadítson bűneinktől, megváltson bennünket az örök életre. Legyünk ezért is hálásak. Becsüljük meg azt is, amikor erről hallhatunk, erről olvashatunk, hogy erről se feledkezzünk meg. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked ezen a mai vasárnapon különösen is, mindazért a jóért, testi és lelki jóért, amivel gazdagítani, meg akarod áldani életünket. Urunk, köszönjük neked, hogy még szól a te szabad, még hangzik a te igéd, ami figyelmeztet erre. Köszönjük neked, hogy még lehetőségünk van arra, hogy ne menjünk el a teremtett világot szépsége és gazdagsága mellett süketen és vakon. Urunk, kérünk, add a te bölcsességedet is, hogy mindezt megbecsüljük, hogy felelősen tudjunk élni azokkal a javakkal, amivel meg akarod ajándékozni életünket. Hálát adunk, Urunk, Jézus Krisztusért is, ezért a lelki táplálékért is. Kérünk, hogy te ébreszd fel a mi szívünkben, hogy téged éhezzünk, hogy lelkileg is szükségünk van rád, hogy megízleljük a te végtelen szereteted és kegyelmed nagyságát. Amen. Egy sorozattal szeretnénk készülni közösen a többi paksi felekezettel. Az első alkalom az október 28-án este 6 órakor lenne egy koncert, ahol a gyülekezetünk kántora, Kópoglárka és Szabó Kata adna a reformáció 500. évfordulója alkalmából egy nagyon szép orgonakoncertet, és akkor utána közösen a többi felekezettel, protestáns felekezettel október 30-án mi is részt vennénk az önkormányzat előtt ebben a bemutatkozásban, illetve az azt követő szabadtéri istentiszteletben, és október 31-én pedig itt lenne a hálaadó ünnepi istentisztelet, ugye, amikor is a reformáció elindulásának a napja van. Természetesen minden érdeklődött, szeretnénk meghívni erre, akik szeretnének együtt ünnepelni, emlékezni erre a kerek hosszú évfordulóra, de azt gondolom, hogy nem csak emlékezés, hanem ugyanúgy egy hálaadás is, hiszen mi különösen sokat köszönhetünk a reformációnak, hiszen a reformáció elindítójáról, Luther Mártonról neveztek el bennünket, és hát mai napig is ugye luteránus egyháznak is szokták az evangélikus egyházat hívni. Az, hogy ugye ez az egész év valójában mindenhol, minden országban, felekezetben megemlékeznek róla, azt érzem, hogy sokkal jobban megindította a gyülekezeti tagjainkat is, és fölkapják a fejüket, és érdeklődnek. Szóval így voltunk gyülekezeti kiránduláson, ahol megnéztük ugye a Nemzeti Múzeumban az igeidők kiállítást, vagy ugye már elkezdtük tavaly szervezne a reformáció esték sorozatot, és igazából olyan jó most visszahallani, hogy mennyire jó, hogy igazából ezt most sokkal tudatosabban tudják élni, benne lenni, és ők is kérték, hogy ezt folytassuk az idén is. Azt gondolom, lehet, hogy egy emlékezéssel indul, de mégis valahol talán most veszük észre a kincseinket, meg a gyökereinket, hogy mit kaphatunk, és miért lehetünk hálásak. Amit ideig természetesnek vettük, ugye erről szólt ez a mai igehirdetés is többek között.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Vallási Magazin következő adása november 8-án jelentkezik, amelyben beszámolunk a reformáció 500. évfordulójára szervezett városi ünnepségekről. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!